Nagy szeretettel köszöntelek titeket december 20-án, szombaton, itt a premierben. Facebook videókkal jelentkezem december 1-től 24-ig, és minden videóban 4 izgalmas inspirációt hozok, amiből remek kézzel készített karácsonyi ajándék lehet. Hát, aki már nem először van itt, az pontosan tudja, aki pedig először van itt, annak javaslom, hogy mindenképpen legalább egy kézzel készített karácsonyi ajándékot adjon a szeretteinek, hiszen ezzel önmagát és az alkotás élményével megajándékozza, illetve egy teljesen egyedi, személyre szabott ajándékot ad valakinek, akit igazán szeret, és ez szívvel, lélekkel lesz megtöltve. Itt csak és kizárólag bombabiztos ötleteket hozok, amit nagyon könnyű elkészíteni, ám de nagyon izgalmas és szép végeredmény lesz. A mai inspirációk is pontosan ez szerint lettek kiválasztva, mindig az első 2 egy kicsit a gyerekek világába kalauzol el, a második 2 pedig inkább felnőtteknek szól, de természetesen remekül mixelhetőek ezek az inspirációk. Ami nagyon fontos információ még, hogy ma és holnap ingyenes házhozszállítással kedveskedünk a Csorba Anita webshopban, a karácsonyi Inspiboxok mellé. Hogyha december 20-án éjfélig leadjátok a rendeléseteket, akkor még a karácsonyfa alá megérkezik ez a különleges élményekkel teli alkotódoboz. Ha még nem ismeritek, érdemes megnézni, mert valaki olyannak, aki szeret alkotni, aki szeret inspirálódni, aki szeret élményekkel teli perceket eltölteni, annak nagyon-nagyon tökéletes karácsonyi ajándék, hiszen ez a doboz mindent tartalmaz, több mint 10 alkotáshoz. Úgyhogy irány a csorbaanita.hu webshop, nézzétek meg, és ha úgy látjátok, hogy ennek valaki nagyon örül, akkor csapjatok le a saját darabjaitokra a karácsonyi Inspiboxból. Vágjunk bele az első alkotásba. Az első inspiráció egy izgalmas pompon-manó lesz, hát ezt már rögtön, amikor elkezdtünk gyűjteni különböző ötleteket, inspirációkat ide az élő adásokhoz, ugye több mint 120 inspirációt mutatok az adventi időszak alatt, akkor mondtam, hogy úristen, ezt a nagyon cuki pompon-manót én mindenképpen el akarom készíteni. Egy kicsit emlékeztet engem gyerekkori egyik ilyen kedvenc karácsonyfa díszemre, még a nagymamámnál készült, ilyen kis tobozmanó, a toboznak volt egy ilyen kis filc sapkája, és az alatt volt egy ilyen kis ezüst gömb, és arra volt felfestve a manó feje, és engem ez a kis pompon-manó arra emlékeztet, és szerintem nagyon-nagyon helyes lesz a végeredmény, úgyhogy érdemes ezt elkészíteni. Amúgy is az egyedi karácsonyfadíszek nagy-nagy kedvenceim, gyűjtöm is őket, és mindegyikhez valami kis emléket kapcsolok, és ezáltal lesz még sokkal értékesebb számomra, és hogyha egy ilyen egyedi karácsonyfadíszt adtok ajándékba, higgyétek el, hogy nektek is élmény lesz újra és újra találkozni vele a karácsonyfán, illetve annak is, akinek ezt adjátok, hiszen egy személyes élmény is kapcsolódik hozzá mellé. Elkezdtem föltekerni egy fonalat, bármilyen fonalat használhattok, bármilyen színben, tényleg a manó színét határozza meg, úgyhogy nyugodtan extrém színekben is gondolkozhatok. Például egy rózsaszínű karácsonyi manó azért nem egy általános bevett tény, úgyhogy ez is már egy ilyen kicsit extrémebb lesz. Egy körülbelül 15 cm magasságú kartonra tekerem jó sokszor körbe a fonalat, egy vastagabb bojtot fogok kialakítani. Hát minimum 100-szor, de majd amikor leveszem, akkor látjátok a vastagságát. Szóval jó sokszor körbetekerem, lehet tippelni, a lelkesebbek számolhatják, hogy hányszor vittem körbe. Én már bevallom, elvesztettem a fonalat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy bárki eltalálja ezt. Hogyha tippeltetek és el is találtátok, akkor írjátok meg, illetve ha valaki hajlandó volt ezt megszámolni, akkor annak is örömmel veszem. Ugye ezeket az adásokat felvételről is meg lehet nézni, tehát hogy vissza is nézhetőek, úgyhogy még bőven a megjelenés után is szoktak sokan megnézni, ugye nagyon sokan úgy nézik meg élőben, hogy kiválasztják a kedvenceiket, és aztán fogják magukat, leülnek egy picit pár nappal később, és elkészítik belőle a kedvenc inspirációjukat. Amire még szükségünk lesz, tehát félbevágtam, és ide lekészítettem. Másik színű fonalból kicsit rövidebb, hát jóval rövidebb darabok, de ugye amikor már ez félbe van vágva, akkor pedig ugye hosszabbnak minősül, szóval ilyen 30-40 cm-es darabokat előkészítek, majd a kötözéshez fognak kelleni. Szépen félbehajtom a pompomboltot, és úgy, hogy ugye a felénél félbehajtottam, meg fogom kötözni, minthogyha egy ilyen klasszikus bojtot készítenék. Ez lesz a manó feje, úgyhogy már gondolatban lehet mérni, hogy méricskélni, hogy mekkora fejet szeretnétek neki, talán egy picit ennél nagyobb, jobban néz neki, és úgy kötözzétek le. Na most mutatok egy kötözési tippet, hogyha nem egy ilyen félcsomónál ugye egyszer tekerjük körbe, de azt, hogyha meghúzom, akkor könnyen visszacsúszik. Viszont ha még egyszer alá dugjátok az egyik szárat, tehát egy plusz egy ilyen kis kört végeztek vele, és meghúzzátok, akkor tök jól, sokkal jobban ott marad. Persze ugyanúgy azért még a csomót tegyétek rá, mert azért ez nem biztosítja a szét nem csúszást, viszont ugye itt már nagyon jól látható, hogy látszik a feje a manócskának, illetve látszik a nyaka. A maradék fonalat szépen körbetekerem, mert azt szeretném, hogy látszódjon picit intenzívebben ez az elválasztás, tehát a nyaka. Úgyhogy szépen, amennyi marad a fonálból, mindkét irányban körbetekerem. Amikor már elfogyott a mancagom, akkor még egy csomó kerül rá. Jó, és levágom rövidre. Jó, hát most így néz ki, mint egy ilyen kis klasszikus bojt, és most jöhet az új részek leválasztása. Tehát ahhoz, hogy a manócskának legyen kis keze, egy-egy kisebb egységet két oldalra leválasztok a bojtomból. A fejét figyeljetek arra, hogy előre nézzen, tehát ugye a bojtnak, itt ahol visszafordulnak a szárak, ugye oldalról nézve más kinézete van, úgyhogy a szép, sima szálakat tegyétek előre, és úgy két oldalra válasszatok le belőle egy-egy ujjat. Az ujjat így hurkoljátok vissza, és szépen ezt is csomózzátok meg. Ugyanúgy, ahogy az előbb, egy csomóval rögzítem. Jobban fog látszódni mindjárt, hogy mit csinálok, ugye én tudom, hogy mi a végeredmény, de mindjárt sokkal jobban fog ez látszódni számotokra is. És akkor jobban tudjátok majd követni, amit csinálok. Szóval itt lett egy ilyen kis hurkocska, és ugyanúgy, ahogy az előbb a nyakánál, szépen többször körbevezetem, hogy látszódjon intenzívebben ez a kis leválasztásom. És látszódjon a manócska keze. Úgy igyekszem, hogy más szálat ne fogjak bele, és ha már szépen többször körbevittem, akkor ugyanúgy jöhet még egy csomó, és elkészült ezzel a manócskának az egyik keze. Ennek a csomóját is szépen rövidre vágom. Ha csúszós esetleg a fonalatok, akkor egy icipici kis ragasztó pisztolyjal érdemes rögzíteni a csomót, és úgy nem tud könnyen szétszaladni akkor. Most a másik oldalon ugyanezt végzem el. Hajtok neki egy kis kezet, hátrafelé hajtom el, és szépen ezt is lecsomózom. Ez a mai legbonyolultabb alkotás. Ez lehet, hogy egy picit haladóbb szint egyébként. Ugye mondtam az elején, hogy bombabiztos, egyszerű ötleteket hozok, ami igaz, ez egy picit ilyen több kitartást igényel. Szóval, ha ez véletlenül egy picit inkább túlmegy nektek az inger küszöbötökön, akkor választhatok másikat. Ígérem, hogy a többi, ha még most vagytok először is, ennél még sokkal-sokkal könnyebb, úgyhogy biztosan találtok olyat, amit ti is el tudtok, és van kedvetek is elkészíteni. Ez most egy picit haladóbb verzió lett. Jó, ugyanúgy levágom. A végét megigazítom, és jöhet a manócskának a derék rész kialakítása. Ez rögtön a nyaka alatt lesz, tehát egy viszonylag rövid dereka lesz, vagy egy rövid felső teste. De ettől nem kell megijedni, mert ha végén mindjárt látni fogjátok a lábikóját, és akkor úgy már össze fog állni a kép, hogy ez hogyan is lesz egy manócska. Most inkább egy ilyen kis királylányra hasonlít egyelőre, aki elfelejtett fésülködni reggel. Jó, levágom ezt a csomót is, tehát megkötöttem a derekát. Így. És most szétválasztom a lábait. És egyszerűen magára a csomó, vagy a bojt végére, ez lesz így a lába, ugyanúgy ezt a kis föltekerési módszert alkalmazom, amit eddig is. És ezzel kialakítom a testét. Még jönni fognak igazgatások, szóval még ezért egy picit ilyen kis rakoncátlan bojtnak néz ki, de higgyétek el, hogy nem sokára ki fog belőle jönni a kis manó. Az egyik lábikója. És jöhet a másik lábikója, ez vágok még egyet. Itt érdemes figyelni arra, hogy egyforma magasságba kerüljön ez a kettő láb, tehát hogy egyforma hosszúsága legyen, de egyébként egy picit lehet utólag is igazgatni, csúsztatni. Körbetekerem, elcsomózom, és jöhet a ráncba szedés. Na, és hogy hogyan is lesz ebből végül is manó, az most fog kiderülni. Szóval először is, hogyha vannak ilyen kis kilógó részek, azt nyugodtan távolítsátok el, tehát vágjátok le. Az elejét, hátulját is megnézhetitek. Semmi baj nem lesz azzal, hogyha ezeket a kis rövidebb szálakat egészen a tövénél levágjátok, egy-egy megkötés tövénél. Itt a visszahajtásnál is lehetnek ilyen kis kimaradt, kilógó részek, azt is szépen igazgassátok egyforma hosszúságúra. Hogyha valamelyik szál nagyon rakoncátlan, akkor azt attól is szabaduljatok meg. Az a cél most, hogy rendezzük a kis kócos manócskánk sorait, és egy rendezett manó legyen belőle. Így alakul már a kép. Itt van még egy kis rendezetlen szálam. Ezt megigazítom, és így a fejecskéjét is helyre rakom. Itt ezt kiigazítom, és a lábát is egyenletesre az alját levágom. Szép egyenes talpacskákat varázsolok neki. Na, már kezd alakulni a kép, ami még hiányzik, az egy sapka, ezt pedig egy téglalapból fogom előállítani. Egy filc sapkát fogok neki varázsolni, méghozzá úgy, hogy a szokásos módon egy téglalapból egy kúpot hajtok. A rövidebb oldalát kell a téglalapnak elkészíteni. Jaj! És szépen egy ragasztó pisztollyal, vagy valamilyen ragasztóval oda rögzíteni. Így hajtsátok föl, hogy a csücsköt azt fogjátok meg, ott tud az egész elcsúszni, úgyhogy azt kell, amikor fölhajtás van, igazgatni, és várjátok meg, míg megszárad. Ez a ragasztópisztolynál szerencsére nagyon gyors, úgyhogy pillanat alatt megszárad, és már is a fejére fogom próbálni. És én azt szeretném, hogy egy picit így stabilabban álljon itt a feje, úgyhogy egy szálat át fogok rajta bújtatni középen, és össze fogom kötni a tetejét. Azért a pirossal dolgozom, hogy jól látszódjon, át tudjam bújtatni, és szépen, mint hogyha egy ilyen kis hajpántot tennék a hajába, összekötöm itt a bojt tetején a szálakat. És most már rá tudom próbálni a sapkát. Látom, hogy ugye mekkora átmérőre van szükségem, egyenesítem a kúpot, és szépen, hogyha rápróbáltam, és látom, hogy jó a méret, akkor még leegyenesítem a sapkát. Ezt is egy kicsi ragasztópisztollyal fogom rögzíteni, mégpedig így hajának a tetejét szépen beragasztózom, és jöhet rá a sapka. Na, hát kilóg hátul ez a kis összefogó madzag, azt levágom, és elkészültem. Hát a még mindig egy kicsit rakoncátlankodónak kinéző manóval egy picit érdemesebb, még talán hosszabb bojtból dolgozni, és akkor könnyebben vissza lehet vágni ezeket a kis rakoncátlan szálakat, de azért már nagyon jól látszódik, hogy milyen kis tündéri végeredményt ad. Még ugye nagyon fontos, hogy szemet is ragasszunk neki. Hát különböző kis stresszokkal teljesen különböző végeredményt tudunk neki adni. Most mutatok egy-két példát. Például ilyen kis csillagszemű manócska is lehet belőle. Ez nagyon-nagyon aranyos. Lehet gyöngyökkel gyöngyszemű manó. Húha, ez egy kicsit már ilyen ijesztő kategóriába megy át. Lehet egyébként mozgó szemet is ráragasztani, ez is eléggé izgalmas, játékos. Ez egy nagyon jó kis játék megtalálni a megfelelő szemeket. Ez is egy kicsit ilyen kis mézi figurára emlékeztet. Maradjunk most a kis csillagszemű manónál, úgyhogy két kicsi csillagot ráragasztok a pompom tetejére, és így el is készültem ezzel a kis cuki bojt manóval. Lehet egy kicsit rendezettebbre is gyúrni, de szerintem egy nagyon-nagyon cuki kis figura. Lehet egyébként nagyobb méretbe is elkészíteni, akkor hosszabb bojtból kell dolgozni. A következő inspirációhoz vagy papírtányért használtok, vagy ilyen kis fém karikát. Lehet egyébként drótból is elkészíteni a fém karikát, tehát érdemes akár erre beszerezni is drótot, vagy ha van otthon például egy nem használt válfa, akkor abból is lehet hajlítani, akkor azért ahhoz már majd férfi erőre van szükség. Minden esetre most a legegyszerűbb verziót mutatom, amikor papírtányérra lehet ragasztani, méghozzá kivágjátok a papírtányér belsejét, és ezáltal ugye egy karikát képeztek. Lehet még vékonyabbra is vágni. Az első kivágás az mindig ugye nem annyira szép, úgyhogy ki kell találni, hogy körülbelül milyen vastagságú karikát szeretnétek, és egy picit, ahogy kivágjátok a közepét, nagyobbra vagy hagyni, és utána a második levágást már sokkal-sokkal pontosabban lehet igazítani, és látjátok már, ez így egy nagyon-nagyon kis szép karika. És erre aztán jöhetnek a mindenféle színes csillagok. Csillagok rajzolása, szerkesztése már volt téma itt az adventi pihenőben, és közben még egy jó ötlet eszembe jutott, hogy hogyan lehet szabályos csillagokat rajzolni, méghozzá, hogyha van csillag kiszúrótok, ilyen kis süti forma, süti kiszúró, akkor ha azt rányomjátok egy dekorgumira, akkor gyönyörűen szabályos csillagokat, hát nem kivág, hanem ugye megnyomódik ott, és utána ki tudjátok vágni az ollóval. Úgyhogy ez is egy nagyon jó lehetőség szabályos csillagokra. Én most egy picit szabálytalankodom, és szabálytalan csillagból fogok vágni, több színből, több méretből erre dekorációra. Tehát gyakorlatilag egy csillagos égbolt imitációt készítünk el erre a karikára, és ez lesz a dekorációnk. Ki lehet egészíteni ezt ledfénnyel, ajtóra tenni, asztal közepére tenni, határa csillagos ég, nyugodtan találjátok ki, hogy hol lesz ennek a legjobb helye, ennek a csillagos és csillogó dekorációnak. Minden színből kettőt fogok vágni, két aranyat, két ezüstöt és két feketét. Mivel ez itt a gyerek szekció, bátran használjátok színeket még, nyugodtan, mindenféle színből, a szivárvány minden színe használható, alkossatok csillagokat, nem kell ennyire egységesre venni a figurát, bátran lehet sokkal több színt is használni. Ha megvagytok a csillagok kivágásával, akkor pedig ragasszátok föl úgy erre a karikára, legyen az fémkarika, legyen az papírtányérkarika, hogy körülbelül az egyik felét foglalja el. Tehát ne az egész papírtányérra vagy karikára ragasszátok föl ezeket a csillagokat, hanem a felére, tehát a fele részt foglalja el. Kisebb, nagyobb csillagokat is használhattok. Lehet hozzá ilyen kis konfettiket pluszban ragasztani. Ugye vannak ezek az asztali szóratok, ezt már mondtam, hogy érdemes olyan, hogyha láttok valahol, akkor olyan fejjel vagy olyan szemmel ezeket megvásárolni, egy remek, kreatív alapanyagok, és el is készültem. A második inspirációval ez egy ilyen kis asztali dísz, vagy fellogatható dísz, akár az ablakba is nagyon-nagyon jól mutat. Kíváncsi vagyok, hogy eddig melyik a kedvencetek, a manomocska, vagy ez a fali dekoráció, és rájöttem közben, hogy ugye elrontottam, ez már a felnőttek szekciójába ment volna, úgyhogy azért volt ennyire ilyen visszafogott színben ide készítve nekem, és most jön majd a gyerekeknek szóló inspiráció. Egy spatulát fogok kifesteni, és már is mutatom, hogy lesz ebből egy kis mézi. Barna színben festem meg a spatulát, ugye, hogy a mézi hangulatot hozza. És ahhoz, hogy ez egy kicsit a festék megfelelően legyen eloszlatva, a szivacs ecsettel még leszedem a fölösleget, mert kicsit túl sokat nyomtam. És szépen azt fogom, hogy itt kicsit félre is rakom, hogy megszáradjon. Úgyhogy most úgy néz ki ez a az inspiráció, hogy ez volt a felnőtt, a legelső az ugye a gyerek, most jön még egy felnőtt, és ennek nagyon-nagyon hasonló lesz a hangulata, tematikája, mint az előző felnőttnek, mert hogy ugyanezekből a csillámos dekorgumikból fogok fenyőfákat kivágni, és ezt fogom szintén karikára rálógatni. Ez a csillámos dekorgum egyébként, szerintem nagyon-nagyon sokoldalúan használható, úgyhogy én javaslom, hogy ha szerettek dekorálni, szerettek ajándékot készíteni kézzel, akkor ezt érdemes beszerezni, mert nagyon sokoldalúan felhasználható. Például remek szilveszteri dekoráció is lehet belőle, hogyha a csillagokat mondjuk hurkapálcára ragasztjátok, és azt beleteszitek poharakba, vagy ráragasztjátok ugye ezeket a bajuszformákat, hogyha ebből kivágtok, vagy szemüvegeket, és azt is hurkapálcára ragasztjátok, akkor remek ilyen kis arc elé tartható maszkot lehet belőle gyártani. De hogyha egyszerűen csak mondjuk kis háromszögeket vágtok belőle, és azt fölragasztjátok, mint egy girland, akkor pillanat alatt szuper szobadekoráció válik belőle. Hát én most villámgyorsasággal vágom ezeket a fenyőfákat. Ezek a fenyőfák egyszerű háromszögek, és nagyon-nagyon jól működik, hogy szépen, ugye itt van egy kis törzse. És ahhoz, hogy ez egy ilyen kis lelógatható dekoráció legyen, erre a kis drótkörre, egyébként ez hobbiboltban is beszerezhető, így magában is, nekünk az Álomszobagyári Inspiboxban van benne. Ehhez a körhöz én csatlakoztatok ilyen kis szárakat, ami azt jelenti, hogy egyszerűen rákötök madzagokat. Jó, és mind a négy, tehát négyet fogok most rákötni, és ezt erre fogom fölragasztani ezeket a kis dekorgumi formákat. Maga a forma egyébként nem csak fenyőfa lehet, hanem bátran csillagokat, bátran rajzoljatok ugyanúgy, ahogy az előbb, vagy milyen formákat, betűket is lehet vágni, kirakhatjátok valakinek a nevét. Úgyhogy ezen még bőven sok inspiráció van ebben az ötletben, de így szépen ragasszátok föl ezekre a kis függesztékekre a fenyőfákat. A ragasztópisztollyal, illetve érdemes ezt egyébként hogyha a hátulja nem csillámos, vagy nem ugyanolyan színű, akkor akár két rétegből ugye összeragasztani, és a hátuljára pontosan egy ugyanolyan formát vágni, és azt felragasztani, hogy minden irányból egyforma legyen. Na, már is mutattam, hogy egyelőre hogy néz ki. Ugye a kettő van fölszerelve nekem, és itt már nagyon jól látszódik, hogy egy ilyen kis hangulatos dekoráció lesz belőle bőven, lehet sok-sok fenyőfát rálógatni, sok-sok csillagot, különböző hosszúságban is készítsétek el ezeket, és úgy adódik ki egy izgalmas, látványos dekorációs elem. Na, és közben megszáradt a mézim, remélem, és elkészítem ide nektek az utolsó kis dekorációt. Azért haladok ilyen gyorsan, mert éreztétek, hogy szombaton szeretnétek inkább ilyen gyorsan áttekinteni, és abban az időszakban elkészíteni, amikor már tényleg készültek, úgyhogy igyekszem összefoglalni ezeket az inspirációkat. Na, és hogy hogyan is lesz ebből a méziből tényleg mézi, hát már is mutatom. Először is a mézinek mindig van egy ilyen kis hullámos cukormáza, amit megpróbálok most ebből a fehér festékből ide rajzolni, igen. Szóval rajzolok az aljára és a tetejére is kis cukormázat. Rajzolok neki ugye a szemet a cukormázból, majd a közepére kerül egy kis fekete mindjárt. Rajzolok neki sállat. Jó, ez még mindig nem jön ebből. Szóval újra rajzolok neki sállat, hogy ecsettel. Így, méghozzá egyszerűen egy sállat, ami egy kicsit átköti a nyakát, de hát ez ugye minden mézinél más és más, szóval nyugodtan a saját méziteket készítsétek el. Szóval úgy öltöztessétek föl, ahogy nektek tetszik. Hát én szerintem a mézire valódi gombok illenek, úgyhogy ragasztok mindenféle maradék gombot, ide raktam még egyet, ezt egészen biztosan. Illetve, hogyha nincsen ilyen kis maradék gomb, akkor gondolkozhattok nyugodtan dekorgumiban is. És úgy leszek kész ezzel, hogy még elkészítem a szemét is. Ez most egy elég izgalmas ilyen kis mézibaba lett, tehát, hogy egy picit azt gondolom, hogy hát a nézése ilyen kis cukiság, hogy nem baj, hogyha nem klasszikus a mézi, hanem egy ilyen kis vagány, személyiséggel rendelkező figura, spatulákból jó sokfélét lehet készíteni. Írjatok nekem neveket, hogy hogyan neveznétek el ezt a mézit. Szóval az első inspiráció a kis bojtbaba volt, a gyermekeknek szólal meg ez az utolsó, és a két középső a felnőtteknek, ez már egy kicsit megkeveredett, de remélem, hogy tudtátok követni és élveztétek. Ha tetszett ez az élőadás, jöhetnek a lájkok. Holnap is jelentkezem 4 inspiráló ötlettel, találkozunk akkor is, sziasztok, szép kreatív napot!